Szeretettel üdvözlök mindenkit! 2020. augusztus 20-a van Szent István királyunk ünnepe. Mai előadásomban Magyarország első képviselő nőjéről, Slakta Margitról szeretnék beszélni, akinek feledésbe merült személyét azért is érdemes feleleveníteni, mert megválasztására száz évvel ezelőtt került sor. Slakta Margit a katolikus nővédelem és nőmozgalom szimbolikus alakjaként a két világháború között úgy lépte át a hagyományos korlátokat, hogy életvitelében nem sértette meg azokat. Egyszerre volt megújító és megőrző, aki rendíthetetlenül hitt az örök emberi értékekben és igazságokban. A magyar társadalom legégetőbb problémájának a szociális kérdést tekintette, és egyfajta megoldásaképpen szorgalmazta a nők közéleti hivatás vállalását. A szociális munka nála ugyanis egyet -egy jelentette a nőkérdéssel, mert a nőket alkalmasabbnak tartotta az odafigyelésre, az empátiára. Ez volt az oka annak is, hogy annak ellenére, hogy egy apostoli életre egyesült közösséghez tartozott, az első világháborút követően közéleti, társadalmi szerepet is vállalt. Emellett azonban tekinthetünk rá úgy is, mint nagyszerű tanítóra, szuggesztív szónokra, lelkes közösségi emberre és sokoldalú közösségszervezőre, és olyan nevelőre, aki nem csak azzal hatott, amit mondott a kortársaira, hanem azzal is, amit tett embermentőként is ismerjük, és azt gondolom talán az embermentők között Magyarországon a legkiemelkedőbb az ő tevékenysége. Ma tehát egy kivételes személyiség életútjával és gondolataival fogunk megismerkedni, aki valóban azt tette, amit a képviselői programjában hirdetett, és már jóval korábban szociális nővérként is, és látni fogjuk, hogy ebből nem is volt hajlandó engedni. Gondolatait 1920-ban és 1945 után is ugyanazzal a következetességgel és bátorsággal hangoztatta, ezért fontos, hogy az ő szellemi örökségét is ismerjük. Ezt a szellemi örökséget az általa alapított és mai napig létező Szociális Testvérek Társasága is őrzi, akiknek ezúton is köszönöm, hogy néhány fotót a rendelkezésemre bocsátottak ennek az előadásnak az elkészítéséhez. Ki volt tehát és honnan jött Magyarország első képviselőnője, aki azt mondta magáról, én nem vagyok politikus, összpolitikai tudásom a tíz parancsolat, de tudom, hogy ebben áll az élet boldogulásának titka. Slakta Margit 1884. szeptember 18-án született Kassán, egy lengyel származású nemesi családban. Ebben a családban hat leány érkezett, Margita másodikként. Édesapjuk a kasai takarékpénztár vezérigazgatója volt, és híres arról, hogy könnyelmű természete volt, aki tagadta Krisztust, sőt, még a katolikus szellemben nevelkedett édesanyja is igyekezett visszafogni a slagtalányok, vallásos buzgóságát, de főként Margitét. Hogy ez a vallás ellenesség pontosan mit is jelentett, az jól szemlélteti az a kis történet, miszerint a slagtalányok a kasai domba, csak a mellékajtón mertek bemenni, nehogy apjuk meglássa őket a takarékpénztár ablakából. Margit nővér később egy másik történetet is elmesélt. Egyszer még kislány korában sétált együtt az édesanyjával az utcán, meglátott a kirakatban egy szent háromságképet, és megkérdezte, hogy kitábrázol. Az édesanyja azt válaszolta, hogy a jó Istent, mire a kislány döbbenten kérdezte, hát a jó Isten bácsi, és nem néni. A slaktalányok mindannyian kassán kezdték meg a tanulmányaikat. Slakta Margit 1903-ban végezte el a kassai tanító nőképző iskolát, majd szeretett volna egyetemre menni, de az édesapja ezt ellenezte. Így a mi asszonyunkról nevezett kalocsai iskola nővérek tanárképzőjébe került, ahol szinte azonnal belépett a Mária kongregációba, és itt már szabadon megélhette katolikus lelkiségét. Irén nevű testvére naplójából tudjuk azt, hogy Margit előttekor két pálya lebegett, vagy férjhez menni, vagy apácának lenni. A kalocsai tanárképzőben történelem néma, német és francia nyelvszakos polgári iskolai diplomát szerzett, és itt történt az is hogy 1906-ban élete legdöntőbb találkozása következett be. Ekkor találkozott Farkas Edittel, aki szintén katolikus nemesi családban született, ugyancsak tanítónő volt, és az ő szülei sem nézték jó szemmel a vallásos buzgóságát. Farkas Edit nagyon korán éret volt a szociális problémák felismerésére, betegeket ápolt, majd kapcsolatba került az Országos Katolikus Nővédő Egyesülettel, amelyet gróf Pálfi Pálné Károlyi Geráldin hozott létre 1896-ban. Ez a grófnő 34 évig végzett szociális, karitatív tevékenységet a Nővédő Egyesületben, de betegsége miatt már 1904-től Farkas Editre támaszkodott, aki ennek köszönhetően nagy népszerűségre tett szert a nővédőben, ő hozta létre a szakosztályokat, ő népszerűsítette a védőnői, a patronesz munkát, toborozta a védőnőket vidéki körútjain. 1906-ban Kalocsára is azért érkezett, hogy egy ilyen toborzó előadást tartson. Természetesen ezen az előadáson Slakta Margit is részt vett, és mivel Farkas Edit rendkívül jó szónok volt, egy nagyon karizmatikus, szuggesztív egyéniség, Slakta Margitra óriási hatással volt, és tulajdonképpen itt el is dőlt, hogy mi lesz az ő hivatása. 1906 őszén Slakta Margit Győrbe került egy iskolába tanítani, és miután már Kalocsán is bekapcsolódott a patronás munkába, ezt itt Győrben is folytatta. 1907-ben a családban történt egy tragédia, sajnos a család olyan mértékben tönkrement anyagilag, hogy úgy döntöttek, kivándorolnak Amerikába. Egyedül Margit mondta azt, hogy ő ezt nem hajlandó megtenni, ő Magyarországon akart maradni, és egyik hugával együtt itt is maradtak. Farkas Edit nagyon fontosnak tartotta, hogy a Nővédő Egyesület munkáján belül képzett gárdával tudjon dolgozni, ezért a legjobb védőnőket továbbképzésre küldte, így például lakta Margitot is 1908-ban Berlinbe egy rövid időre. Farkas Edit 1908-tól már ügyvezető igazgatóként vezette a nővédő egyesületet és többnyire háziasszonyokkal, illetve pedagógusokkal, tanítónőkkel dolgozott, akik ezen szerepeik miatt nem voltak teljesen szabadok sem, és nem voltak megfelelő módon képzettek sem ebben a szociális munkában. Ennek kiküszöbölésére hozta létre 1908 november 19-én ötöd magával Farkas Edith a Szociális Missziótársulatot, egy szociális és nővédelmi területen dolgozó fogadalmas nővérszervezetet. Az alapítók között ott volt Slakta Margit is, aki 1909 őszintet úgynevezett magánfogadalmat, mely után ő lett a Szociális Missziótársulat alelnöke és a szeminárium házfőnöke Szikszón. Fogadalmát nem szigorú szerzetesi fogadalomként képzelt el, hanem számára ez együtt járt a társadalmi életben vállalt közéleti szereppel is, tehát a szociális kérdések és a szociális karizma iránti elkötelezettséget jelentette inkább. A nővérek lelki és gyakorlat irányításáért felelt, közben előadásokat tartott a munkásnők helyzetéről, a magyar katolikus női összefogás szükségességéről, kiállt a női egyenjogúság, a munkásnők, a családok és a női választójog mellett. 1915-ben közreműködésével nyílt meg a Szociális Missziótársulat és egyben Magyarország első szociális iskolája. Közben megkezdte erdélyi előadókörútját, majd kidolgozta a társulat alapszabályát, amely után 1917-ben létrehozták a társulat erdélyi és országos budapesti központját is, amelynek ő lett az ügyvezető igazgatója. A románok 1916-os erdélyi betörése után gyűjtést indított az erdélyiek részére, és ő volt az is, aki a társulat lapját szerkesztette. 1915-től 18-ig a keresztény nő címmel indult ez a lap, és 1918. márciusától 1922-ig pedig magyar nő címen vehették a kezükbe a társulat tagsága ezt a lapot, alcímeként pedig azt lehetett olvasni a keresztény feminizmus lapja. Ez a névváltozás jelzi az idők változását is, az pedig, hogy a Szociális Misszió Társulat tagjai magukat keresztény feministáknak nevezték, a következőt jelenti. A keresztény jelzővel egyértelműen a liberális, radikális és szociáldemokrata feministáktól igyekeztek magukat elhatárolni. Másrészt nem gondolták azt, hogy a nőknek csak is otthon van a helye, tehát támogatták a választójogot. Ezen kívül azt is támogatták, hogy a nők tanulhassanak, de nem minden pályának a megnyitását követelték a számokra, csak azokat, amelyek a női lelkiségnek teljes mértékben megfelelnek. Ezért nem meglepő az, hogy a Szociális Missziótársulat 1918 őszén az elsők között van, aki üdvözli a nőknek megadott választójogot. Az első világháborús összeomlás és a nyomában járó zűrzavar a Szociális Misszió Társulatot arra késztette, hogy politikai szerepet is vállaljon, ami azt is mutatja, hogy a szociális kérdések mellett valami még valami még összekötötte őket, ez pedig a magyarság tudatuk volt. Slakta Margit 1918 őszén a Szociális Missziótársulat tagjaiból hozta létre a keresztény női tábort, amely lényegében a keresztény szociális pártnak a női tagozata volt. És ennek a létrehozásában talán a legnagyobb ösztönző erő az volt, hogy éppen ekkor 1918 őszén kapták meg a magyar nők is a választójogot. Amikor Margit nővér megfogalmazta az 1918-19-es év munkaprogramját a társulat számára, akkor azt is megfogalmazta feladatként, hogy mostantól kezdve a keresztény nőket mindenképpen tájékoztatni kell a napi politikai eseményekről, aki még nem tanult meg írni és olvasni. Azt ebben segíteni kell, hogy minél több nő elmehessen szavazni, és természetesen szorgalmazta a keresztény nőegyesületek összefogását is. Mindezt farkas Edith engedélyével végezhették, aki, amint mondta, a politikai tevékenységet súlyos erkölcsi okok indokolták, hogy meg kell kezdeni de ezt anélkül teszik, hogy a szüfrezetek stílusába esnének, és úgy töltenek be aktív szerepet, hogy közben nem feledkeznek meg ősi hitükről, magyarságukról, és természetesen a nőiességükről sem. A magyar katolikus nőmozgalom élén Slachta Margit tehát már 1918 őszén vezetőként állt, és az általa vezetett keresztény női tábor a keresztény szociális néppárt mellett elköteleződve készült a közeledő választásokra. 1919. januárjában a Szociális Misszió Társulata Tormai Szeszil vezette Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége egyik alapító szervezete lett. de miután a MANS a Betlen István féle irányt, a Szociális Misszió Társulat és benne főképpen slakta Margit a keresztény női táborral a keresztény szociális párt iránya mellett köteleződött el, ráadásul a társulat és szintén megint a középpontban slakta Margit a tanácsköztársaság idején közeledett a forradalmi kormányzó tanács vezetőjéhez, később a két szervezet között ellentétek alakultak ki. Slakta Margit elépését nem ideológiai meggyőződése indokolta, hiszen ő senkivel nem tudott volna együtt menni, aki ateista meggyőződésű volt, hanem az, hogy a szociális nővéreket ebben a vészterhes időszakban is egybe tudja tartani. Ahogyan mondta, a szociális missziótársulat tagjai a kommun idején szociális napszámosokká váltak, és egyfajta önellátó berendezkedésre ö, rendezkedtek be és a megtermelt javakból másokat is próbáltak segíteni. Egyébként nem volt teljesen sikertelen ez a munkájuk, többen is feljegyezték, hogy a szociális nővérek által irányított termelő szervezet az milyen sikeres volt, és azt is megjegyezték, hogy Sakta Margit is első rangon kapált. A kommun bukása után, még a román megszállás alatt a keresztény női tábor több politikai gyűlést is rendezett, 1919 őszén pedig ismét a keresztény szociális néppárt mellett elköteleződve készültek a választásokra. Ez konkrétan azt jelentette, hogy járták Budapest kerületeit, fölkeresték az ott élő asszonyokat, és meggyőzték őket arról, hogyha a területében csorbitatlan Magyarországot és keresztény nemzeti vezetést szeretnének, akkor az ő keresztény szocialista jelöltjükre kell majd szavazni akkor, hogyha a jelöltek ismertek lesznek. Slakta Margit több képviselőjelölt mellett korteskedett ekkoriban, például Prohászka Ottokár mellett is, amikor pedig 19 őszén Magyarországra érkezett az amerikai Antant misszió, az úgynevezett Klerk misszió, akkor a keresztény női tábor egy hatalmas felvonulást, tüntetést rendezett, a misszió elé vonultak körülbelül 35 ezer nő vonult slakta Margittal az élen, és átadták a misszió vezetőjének a magyar nő angol nyelvű, kéziratos, nemzeti színű szalaggal átkötött példányát. Slakta Margit 1918-19-ben tehát a katolikus nőmozgalom legismertebb és legkarizmatikusabb egyénisége volt, és már országszerte ismert is. Az 1920-as nemzetgyűlési választásokat még a Friedrich kormány által előírt választójogi rendelet alapján írták ki, ami azt jelentette, hogy minden 30. életévét betöltött és választásra jogosult férfi vagy nő választhatóvá is vált. Az 1920. január 25-én és 26-án megtartott választásokon nem indult női jelölt, ellenben pótválasztásokra sor került. A választások után Haller István kapta meg a vallási és közoktatásügyi miniszteri tárcát, viszont ő nyerte meg Budapest első kerületének és Cegléd városának is a mandátumát. Ez a három együtt már sok lett volna, ezért a budapesti kerületről lemondott, és ezért írtak ki egy időközi választás, amelyen a Keresztény Nemzeti Egyesülés pártja tulajdonképpen egységesen Slakta Margit mögött vonult fel, és mindenki őt javasolta, hogy ő legyen a párt hivatalos jelöltje. Slakta Margit főnöknője engedélyével indult ezen a megmérettetésen, Farkas Edith pedig megértette az idők szavát, mert a következő szavakkal engedte el e, szociális testvérét a politika világába. A keresztény Magyarország mentésén dolgozni nem politizálás, hanem véres, szent munka. A mandátumért slakta Margit mellett azonban még öten szálltak ringbe, és nem kell azt gondolnunk, hogy azért, mert ő egyetlen nőként volt ott, rá tekintettel lettek volna, bizony hasonló politikai lejárató akciókban volt része, mint hogyha ma lett volna egészen, és hát nem volt mentes a küzdelemtől sem ez a kampányidőszak. Sokan támadták, legjobban a korábbi népjóléti miniszter Csilléri András, de a konzervatív női oldal is, Mona Ilona, Slakta Margit életrajzírója szerint, a kortársak szerint ennek a hátterében állítólag a manszált, és azért támadták Margit nővért, mert 1919. márciusában közeledett a forradalmi kormányzó tanács vezetőjéhez, amint arról az előbb már beszéltem. Slakta Margit képviselőjelöltként 1920. márciusában három nagyobb beszédet is tartott. Képviselői programját a Magyar Nők nevében tette meg, és benne három konkrét dologra tett ígéretet. Az 1912 előtt nyugdíjba mentek érdekképviseletére, a gyermekek nevelésére és segélyezésére, valamint a Tabán városrész szabályozására és rendezésére. Ahogyan mondta, én azon a napon anyává akarok lenni az első kerület minden olyan gyermekének, akiről szülői maguk önállóan gondoskodni nem tudnak. Emellett a magyar nők kívánságaként fogalmazta meg a népbiztosítás kiterjesztését, a munkaalkalmak teremtését, a jobb adózási rendszer bevezetését, az árdrágítás és az élelmiszer hamisítás elleni küzdelmet az élelmi, élelmi nehézségek megszüntetését és a lakáskérdés megoldását. Tehát csupa olyan dolgot, amelyek ekkor az első világháború után valóban égetően fontosak voltak. Második beszédében főként az iskolai és benne a hitoktatás megreformálásával és a gyermekvédelemmel foglalkozott. Harmadik beszédét két részletben mondta el. Március 16-án csak a nőknek, március 21-én pedig csak a férfiaknak. Csak ez az utóbbi beszéde maradt fenn, Margit nővér ezt tekintette a keresztény feminizmus aranybullájának. Az ő keresztény feminizmusa elsősorban abban különbözött a radikális feminizmustól, hogy családközpontú volt, nem követelte mindenáron a nők munkavállalását, és csak a női léleknek megfelelő női pályák megnyitását szorgalmazta a tovább tanulást illetően is. Utolsó képviselőjelölti beszédében a férfi és a nő különbözőségeire hívta fel a figyelmet, valamint azt az egységet állította a középpontba, amely csak egy férfi és csak egy nő között jöhet létre azaz a családot. És emellett hirdette azt is, hogy a családban lévő nőt anélkül kell felemelni, hogy a számára kenyerkereső pálya választásával járna. Ahogyan mondta, az én ideálom, hogy a magas szellemi nívón álló férfi mellé ugyanolyan magas szellemi nívón álló nőt lehessen állítani. Ebben az utolsó, inkább már az érzelmekre ható beszédében fogalmazta meg azt is, hogy a nemzet boldogulásához először az egyén és a család boldogsága szükséges, és jó politikus érzékkel az utolsó mondatok között kérte csak az emberektől, hogy szavazzanak rá, mert hiszen ő sok-sok ezer kis boldog családért akar küzdeni. És legfőbb célját is az utolsó mondatok között mondta ki, Uraim, az én programom, hogy a boldogságnak a képviseletét vigyem a parlamentbe. A pótválasztásra 1920. március 25-én került sor, és a leadott 10.187 szavazatból Margit nővér 5.471 szavazatot kapott, és ezzel ő lett Magyarország első képviselőnője. A mandátumát a következő szavakkal vette át. Lelkemet a mandátum átvételekor mélységes öröm tölti el. Nem azért, mert nekem a tömeg mandátumot adott, de mert ez a mandátum engem odaad a tömegnek, hogy azt szolgálhassam. Nagyon mély lelkiségről és hivatástudatról, kötelesség és felelősségérzetről árulkodnak ezek a szavak, amelyeket sokan talán ma is megfogadhatnának. A korszakban óriási dolognak számított, hogy rögtön Trianon után, amikor már a nőknek is volt választójoguk, és Margit személyében, aki ekkor még csak 36 éves volt, és ráadásul egy apostoli életre egyesült fogadalmas nővérszervezethez tartozott, egy nő is bekerült a parlamentbe. Amikor először lépett be az országházba, a képviselő társai nagy ovációval fogadták, és az ülésteremben is ünnepelték, de már ekkor megtámadták azzal, hogy megvesztegette a szavazóit. Nagyot tévedtek azok, akik azt hitték, hogy Slakta Margitnak a szavát is alig lehet majd hallani a parlamentben. 1920 és 22 között, ami képviselő volt, összesen 28 beszédet tartott. A parlamenti szűzbeszédét 1920. április 23-án mondta el, amelynek vezérgondolata a magyar anyák és a jövő generáció védelme volt, de nagyon fontos, ma is aktuális dolgokat is kimondott, amikor kijelentette, hogy minket, tudnélik a keresztény női tábort, egyszerűen azt foglalkoztat, hogy mivel tudunk mi gyakorlatilag hozzájárulni az újjáépítés munkájához. És így folytatta, Ma ne azok álljanak elő, akik elsősorban követelnek, hanem azok, akik elsősorban ajánlanak. És azt is világosá tette, hogy a keresztény nőknek a tábora, amely egységesen és fegyelmezetten áll a keresztény nemzetgyűlés mögött, nem szerepelni és tündökölni kíván, hanem áldozatokat akar hozni a haza oltárán. Mi értjük a kort, értjük az áldozatokat, amelyeket kíván, értjük a feladatokat, amelyeket ránkró, mi részt követeltünk és részt harcoltunk ki magunknak a nemzeti újjáépítés munkájából. Az a szellem, amely minket vezet, ha modern keretek között is nyilvánul meg, azonos azzal a szellemmel, amely a hős magyar asszonyokat inspirálta, akik nem féltek az ágyútűztől, és akik igazi nők maradtak. A keresztény magyar nő tehát nem keres magának politikai pályákat a politika kedvéért. 1920 és 1922 közötti felszólalásai a nők szociális helyzetére, közéleti és munkahelyi szerepvállalására, illetve az általános szociális kérdésekre vonatkoztak. Ezek közül mindenképpen kiemelkedik a választójog szűkítése elleni felszólalásai, amelyek, mint tudjuk, végül nem érték el a céljukat, hiszen 1922-ben új választójogi rendelet született, és ebben jelentősen csorbították a magyar lakosság választójogát. Mindenképpen említésre méltó az is, hogy az ő kezdeményezésére vezették be 1921-től a ma is működő iskola orvosi intézmény elődjét, az iskola nővéri intézményt. Az 1920-22 között működő nemzetgyűlés alkotta meg a hírhetté vált bot törvényt az árdrágítók ellen, amit hosszú ideig tévesen Slakta Margitnak tulajdonítottak, pedig a törvény első tárgyalásakor nem is tartózkodott Magyarországon. 1920. augusztusától októberéig ugyanis szabadságon volt a Szociális Missziótársulatnak és a saját ígéreteinek a megvalósításához gyűjtött külföldön pénzt, és ez alatt hozták meg a közkeletű nevén botbüntetésről szóló törvényt. A témával kapcsolatos megbeszélésekbe tehát csak azután kapcsolódott be, hogy hazatért 1920. októberében, és éppen ő volt az, aki azt kérte, hogy a törvényt ne csak a férfiakra, hanem a nőkre is terjeszték ki. margit Margite véleményét a nagyon kemény következetessége és igazságérzete indokolta, úgy gondolta, hogy senkivel sem tehet kivételt. Érdemes megemlíteni azonban, hogy ez a törvény mindössze egy évig volt hatályban, mindössze három alkalommal értek vele, a nőkre végül pedig nem terjesztették ki, ahogyan Slakta Margit kérte 1945 után, mégis ezzel támadták a kommunisták Slakta Margitot de ugyanígy támadták a numerus clausus törvény miatt, amelynek a megszavazásán nem volt jelen, és később is ellenezte az összes zsidó törvényt 1938-ban, 39-ben is, és mint tudjuk, igen nagy akcióval állt a magyar zsidóság mellé, amikor mentette a zsidó embereket. 1922. február 16-án véget ért a parlamenti ülésszak, és ezzel Slakta Margit képviselői pályája is félbemaradt egy időre. A következő nemzetgyűlési választáson már nem indulhatott, mert ezt a főnöknője, Farkas edit nem engedi ezt a számára. Pontosabban azt mondta neki, hogy indulhat, ha mindezt szabad királyválasztóként teszi meg. Ekkoriban történt az, hogy negyedik Károly király visszatért Magyarországra már második alkalommal. Ez érthető módon fölborzolta a magyar közéletet, hiszen nagyon sokan azon az állásponton voltak, hogy a Habsburgokat kell visszahívni a magyar királyi trónra, mások azonban szabad királyválasztásban gondolkodtak, így például Farkas Edit is, ez azt jelentette, hogy ők a 1920. márciusában kormányzónak megválasztott Horti Miklós szerették volna királyjá választani. Hát Margit nővér az elvek embere volt, ő legitimista meggyőződésű volt, tehát a Habsburg restaurációt választotta, és ezért inkább visszavonult. Farkas Edith azonban annyira a szabad királyválasztók közé tartozott, hogy még azt is megtiltotta a nővéreknek, hogy újságot olvassanak, sőt azt is megmondta nekik, hogy nem keresztény szocialista jelöltet kell támogatni, hanem a kormánypárti egységes párti jelölteket. Az igazság az, hogy ebben a két évben kiderült, hogy Slakta Margit mindenki számára túlzottan igazságos volt. Senkivel nem akart kivételt tenni. A valóságban is tudta gyakorolni azt, hogy fele barátait és ellenségeit is szeresse, vagy legalábbis ne ártson nekik szándékkal. Az általa képviselt mentalitás teljes egészében nem felelt meg sem a Szociális Missziótársulatnak, sem a Betlen Istvánféle egységes párti törekvéseknek, így a konzervatív mansznak sem természetesen, akik a választójog csorbítását is elfogadták, hiszen ezek mind a Hortikorszak legfontosabb támogatóinak számítottak, ő pedig legitimista volt és sokszor kíméletlen az éppen hatalmon lévőkkel. Ugyanúgy természetesen a baloldalnak sem kellett. Mindezek az események azonban már elegendőek voltak azok, hogy a budapestiek lelkében mély nyomot hagyjon Slakta Margit, mert amikor távozott a parlamentből, akkor ezt a viccet kreálták. Megkérdezték tőle, hogy vajon mit gondol, lesz-e méltó utóda a parlamentben, és a válasz egyszerűen csak úgy hangzott kétli. Azért, mert utána már a szociáldemokrata két Lianna került be a parlamentbe, aki 1922-től 1948-ig végig bent volt a parlamentben. A közéleti politikai szereptől így eltanácsoltatván Slakta Margit 1922 nyarán először Londonba, majd Amerikába ment, hogy gyűjtsön a szociális missziótársulatnak, és ez alatt történt az, hogy a társulat főnöknője Farkas Edit egy szigorúbb szabályzatot kezdett kidolgozni a szociális nővérek életmódjára vonatkozóan. Emiatt, a köztük lévő generációs különbség miatt, az előbb említett legitimista és szabad királyválasztó ellentét miatt, valamint valószínűleg azért is, mert nem értettek egyet a közéleti hivatásvállalás fontosságát illetően, slagta Margit néhány társával 1923. május 12-én kivált a Szociális Missziótársulatból, megalapította a Szociális Testvérek Társaságát, és ennek egészen 1963-ig ő volt a főnökasszonya. Ekkor még nem is sejtette, hogy egy nemzetközi szervezet alapjait tették le. 1920-as és 30-as években Slakta Margit számtalan utat tett Amerikába, a tengeren túlon létrehozott rendházakat intézte, és azt, hogy az anyagi biztonságot meg tudják teremteni. 1930-ban egy rövid időre visszatért a közéletbe, az Angyalföldi Törvényhatósági Bizottság városanyának választotta. A második világháború új kihívások elé állította Margit nővért, aki az első pillanattól kezdve tisztában volt azzal, hogy a náci Németországban uralkodó eszmerendszer milyen embertelen, és azonnal tett is ellene. Lengyelország megtámadása után a Szociális Testvérek társaságai is befogadta a lengyel menekülteket. Slakta Margit társelnöke lett a Magyar Szent Kereszt Egyesületnek, amely a zsidó törvények által érintett katolikusok védelmére alakult. Ahogyan korábban is említettem, ellenezte a zsidó törvényeket, de nem csak szóban határolódott el ezektől, hanem cselekedett is. A keresztény női tábor nevében már 1940-ben beadványt írt a munkaszolgálatosok érdekében. 1941-telén a körösmezei deportálások ellen tiltakozott. 1942-től az egész országban úgynevezett világnézeti kurzusokat indított, hogy a keresztény értékrend közvetítésével ellensúlyozza a hitleri propagandát. 1942 tavaszán értesült arról is, hogy Szlovákiában is deportálni fogják a zsidókat, ezért azonnal a Pozsonyba utazott, hogy valamit tegyen. Érthető volt az aggodalma, ő is felvidéki volt, Kassán született és megpróbált mindent, de ekkor még ez az útja nem járt eredménnyel. Viszont amikor Szlovákia 1943-ban bejelentette a teljes zsidótlanítást, akkor már nem habozott elmenni a 12. Pius pápához, aki végül is az ő makacságának és karakánságának köszönhetően rávette a szlovákiai püspököket, hogy tiltakozzanak a deportálás ellen, így aztán ez valóban elmaradt. 1944. március 19-e után a szociális testvérek rendházaikba befogadták a magyar üldözötteket, és ezzel mintegy ezer zsidót mentettek meg. A német megszállás alatt összesen 15 városban és faluban helyezték el a védenceiket, főként a Tököli úti rendházban bújtattak zsidókat, köztük Radnóti Miklós feleségét, Heltai Jenő írót és Márkus Emília színésznőt. Slakta Margit embermentő tevékenysége során mindenkivel együtt dolgozott, akinek ez ugyanolyan fontos volt, mint neki, így például a szociáldemokrata karik sárával is, de legközelebbi munkatársa az a mindannyiunk által jól ismert szociális testvér volt Salkaházi sára, aki az embermentő tevékenysége közben lelte halálát 1944. december 27-én a Dunaparton. Azt kell mondani, hogy Slakta Margit még az embermentő tevékenységét illetően is kivételt képezett, mert kérlelhetetlen volt, és nem volt hajlandó megalkudni senkivel. Ezt a kemény kiállását az általa szerkesztett Lélek Szava című újságban is tetten érhetjük. Merd ezekben a halálosan komoly időkben szívedből kiűzni a gyűröletet. Mert bent, szíved legmélyén, testvérednek elismerni azt a másik anyát, és mert befogadni fájdalmát, és hordani, segíteni keresztjét, és merj tenni. Mert kérni, kívánni, sürgetni olyan hozzátartozótól, ki munkatábor parancsnok, hogy olyan fölöttese legyen a szolgálatosoknak, amilyen fölöttest az ő fiának kíván a fronton, vagy az ellenség fogságában. Hangoztast előtte Krisztus örökérvényű igét, Amilyen mértékkel mértek, olyan mértékkel fognak titeket is megmérni. Mindezen viszontagságok után Slakta Margitnak még volt annyi ereje, igyekezete és ambíciója is, hogy részt vegyen az 1945 utáni magyar parlamenti életben is. Az 1945. november 4-én lezajlott nemzetgyűlési választásokon párton kívüli jelöltként jutott be ismét a parlamentbe. 1947-ben viszont, amikor a kék cédulás választások voltak, amikor tudjuk, hogy a kommunisták csaltak, ő a keresztény női tábor színeiben és ugyanazzal a programmal jutott be, amivel 1920-ban. 1945-ben mindjárt az első hírlapi támadások célpontjába került, mert szót mert szót mert emelni a számtalan letartóztatott és internált érdekében. A királyság, mint államforma megszüntetését csak népszavazás útján tartotta lehetőnek, ezért 1946. február 1 ő egyedül szavazott a, király, a köztársaság bevezetése ellen. Tiltakozott a magyarországi németek elhurcolása, kitelepítése, a magyar-cseszlovák csere ellen, de szót emelt a határon túli magyarság érdekében. Természetesen kiállt a hitoktatás szabadsága mellett, és tiltakozott az egyházi iskolák államosítása ellen. Antikommunista és szovjet ellenes magatartásával 1945 és 1948 között már nem sokat tudott elérni. Ő maga jött arra rá, és fogalmazta meg, hogy a legkitűnőbb magból sem lesz növény, ha nincs számára talaj melyben gyökeret verhessen, és melyből életet szívjom. 1947. április 16-án mondta el a parlamentben egy, a nagy beszédét a vallásos nevelés értékéről, amelyel próbálta útját állni a fakultatív hitoktatás bevezetésének. Ekkor jellemezte Paragi György képviselő a parlamenti napló tanúsága szerint úgy, hogy egyetlen férfi a nemzetgyűlésben. 1947-ben a három éves tervellen is tiltakozott, felszólalt az emberi jogok mellett, és erre válaszul a mentelmi bizottsághoz utalták, két hónapra ki is zárták a parlamenti életből. Utolsó parlamenti felszólalása 1948. június 16-án hangzott el az egyházi iskolákat államosító törvényjavaslat tárgyalásakor. Mint ismeretes a törvényjavaslat, 230 igen és 63 nem szavazattal végül törvényé lett. A határozat kimondásakor a kormánypárti képviselők elkezdték énekelni a himnuszt. Akik nem szavaztak, azok felálltak, de nem énekeltek. Slakta Margit pedig ülve maradt, és nem is énekelt. Később azt mondta a testvéreinek, nem jól tettem, hogy nem álltam föl. Le kellett volna térdelnem. A mentelmi bizottság emiatt a kihágás miatt újból ö, kizárásra ítélte, ezúttal azonban már kétszer hat hónapra, és ezzel végül is kezdetét vette az illegalitás időszaka. Bár az 1947-ben megválasztott képviselőket négy évre választották, mint tudjuk 1949-ben újból választásokat írtak ki, ekkor már nem is pártokra lehetett szavazni, hanem a népfrontlistára, Természetesen Slakta Margit ekkor is akart indulni, méghozzá a keresztény női tábor színeiben, keresztény és ellenzék programmal, ezt azonban már nem engedték meg neki. Ennek ellenére a választás napján mégis megjelent biztonságát kockáztatva és leadta a szavazatát. Tudni kell, hogy ez volt az első alkalom, amikor be sem kellett menni a szavazófülkébe, hanem ott a biztosok előtt leadhatták a szavazatukat azok, akik a Népfrontra szavaztak. Aki viszont nem a Népfrontra szavazott, az általában bement a szavazófülkébe. Hát Slakta Margit is bement, megjelölte a nemet, és utána dobta be a, az urnába a szavazó papírját. Ez rendkívüli bátorságról és merészségről ad tanúbizonyságot. Letartóztatásától tartva, már 1949. januárjától a domonkosrendi nővérek zárdájában rejtőzött el, majd a választások után elhatározta, hogy külföldre utazik, hogy elvégezze a kötelező ö, látogatását a tengeren túli rendházaknak. 1949. nyarán egy levélben búcsúzott el rendtársaitól, amelyben, ahogy írta, azért megy el, mert megszűnt a lehetőség, hogy mint keresztény ellenzék szolgáljam a hazámat, és nem azért, mert végleg diszidálni akarok. 49 nyarán titokban Tóth Etelka néven hagyta el Magyarországot, 1950-ben a szerzetes rendeket Magyarországon feloszlatták, ez sajnos a Szociális Testvérek Társaságát is érintette. 1951-ben Margit nővér abban a reményben tért vissza Bécsbe, hogy majd onnan hazatérhet Magyarországra, de erre nem került sor. A szociális testvérek társasága Kaliforniában, Kubában és Kanadában is gyökeret teresztett, de ezek az alapítások ugyanúgy önáll önállósultak, mint Slakta Margit 1923-ban. Azonban a mai napig élnek. Az 1974-ben, 90 éves korában elhunyt Slakta Margitot az embermentő tevékenységéért még életében 1969-ben világigaza díjban részesítették. Slakta Margit 36 évesen lett tehát Magyarország első képviselőnője, és a hallottak után láthatjuk, hogy 1920-ban és 1945 után is ugyanazt az rendet képviselte. Csak a két történelmi kor különbözött gyökeresen egymástól, amelyben azonban ő mindig a Magyar Társadalom javára munkálkodott. Ennek a kevény következetességnek, megnemalkovásnak és kérlelhetetlenségnek, igazságérzetnek, ami őt jellemezte, számos előnye és számos hátránya is volt. Annyit biztosan mondhatunk, hogy ő sokkal több volt, mint egy politikus. Ő nemzetének szilárd értékrenden álló, és ezt a szilárd értékrendet közvetítő nevelője volt, sokkal többet tett, mint bármelyik politikus társa a korszakban. Mert a Krisztusi igazságok útján járva ő valójában lélekmentést végzett.